szia! Tisztelettel köszöntök mindenkit a délutáni ülés szakértetén. Mindig hálátlan dolog egy ebédszünetetem és egy ebéd után újra megszólalni, és egyrészt abba hagyni a kellemes beszélgetéseket, másrészt pedig újra figyelni az előadóra, de miután a program szerint még van két előadásunk, kérnék mindenkit, hogy hallgassuk meg tisztelettel. Először dr. Honlári János, akit mint Győrött élő tanárt, gazdaságtörténészt, azt alig kell a jelenlévőknek bemutatni. Számos munkája ismert, mind helyi ipar történetében, például a győri szerzgyár történetére kapcsolatos munka, vagy nemrégiben tavalyi előadásfogatomban a győri ágyúgyárról hallhattunk tőle izgalmas előadást, egyébként pedig a Magyarország gazdaságtörténete című sok kiadást megért könyv szerkesztője. Úgyhogy megkérném tisztelettel Honlári János, hogy tartsa meg előadását György 20. századi történetében. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt hallgatóság. Ahogy haladunk előre időben, ugye egyre kisebb időszakot kell átfogni. A középkoros kollégák 500 évet, aztán 300 évet, még 50 év jutott, vagy 60 év. Természetesen lehetetlen feladat az, hogy én itt most György történetéről a 20. század első felében beszéljek, nem is vállalkozom erre a feladatra. Úgy gondoltam, hogy választok néhány olyan kérdést, amit látszatnak ezen a szlájdon azok a kérdések, amelyek tulajdonképpen végig kísérik azt az időszakot, amivel én foglalkozni fogok, vagy foglalkozni akarok most. Sőt, egy sor kérdés már korábban fölmerült, és egy sor kérdés nem is oldódik meg ebben az időszakban, hanem tovább kíséri György történetét. Némelyik még ma sem oldódott meg, valami a 21. század elejére végül megoldódott, úgyhogy ezeket a kérdéseket veszem sorba, lehet, hogy valamit kihagyok, ha majd elmegy az idő. Kezdjük talán a természetföldrajzi adottságokkal, én ezt elsősorban az építészeti szempontból szeretném vizsgálni. Boldog az a város, amelyiknek van egy folyója. Még boldogabb az, amelyiknek kettő van. De amelyiknek négy, hát az már nem biztos, hogy annyira nagyon boldog építészeti szempontból. Ha még ehhez hozzáteszünk azt is, hogy a város, hogy nagyjából középtáj, deréktáj, kettészeli az egyes főút, Budapest-Bécs főút, kettészeli a Budapest-Bécs kettős várányú vasút, már akkor is, az időszakban is, hát ugye akkor ebből adódik az a dolog, hogy ezt a város területileg is szétszaggalják ezek az adottságok, természetföldileg a mesterséges építmények, itt tetszenek látni Győr 1947-es a térképben, itt vannak a folyók, a Mosodi Duna, megpróbálom ezt a piros kicsodát, hát ez az iparcsatorna, Mosodi Duna, Rába, Rápca, és itt abban is nagyon jól látszik, hogy Győr egyes részeit, ezek a folyók és a vasút és a főút elvágja egymástól, elszabdalja egymást, és ez mindez nagyon komoly problémát jelent, a közlekedés, az érintkezés és ennyi szempontból. A következő ilyen természetföldrajzi vagy építészeti probléma, Győr északi közlekedése, van egy gyönyörű belváros utca, a felütő belváros utca, ezen keresztül a közlekedés meglehetősen nehézkes, szűk, kanyargó utcák, nem lehet az utcákat szélesíteni, ezek építészeti emlékek, ezek a épületek, ezeket nem lehet lerombolni, bár volt olyan időszak, amikor még az is fölmerült, hogy úgy szélesítik az utat, hogy lerombolják a belváros egy részét, hála Istennek, erre azért nem került sor. De itt is jött olyan ötlet, hogy helyezzék ki ezt az észak-déli utat. A Győreknek mondom, ugye a 14-es számú főút Vasgereben utca, Fejvári út felé, ez nagyon régi ötlet már, ehhez meg kellett építeni egy új hidat a Mosodi Dunán, amire már csak jóval később a 70-es, 80-as években kerül sor. További gond az, hogy Győr észak felé, Rifalú irányába, tehát a Dunatúlsó felé nem tudott terjeszkedni, sokáig nem tudott terjeszkedni. Ez egy ilyen vizegyős, erdős, magas talajvizes terület, ahol nem lehetett építkezni, nem lehetett Győr köré körgyűrűt, építeni körutat építeni, pontosan ez emiatt a természeti adottság miatt. Ezért a város dél felé terjeszkedett, Nádorváros felé, a mai Marcalváros 1-2 felé, aminek következtében a vasút és a főút még nagyobb problémát okozott,
ugyanis amikor ezt a vasutat megépítették, az a város szélben volt. Ott volt az egykori középkori belvárosi temető, de aztán emiatt éjszakai nem nagyon lehetett terjeszkedni, építeni, emiatt délfelé haladt a város, körbeépítették a vasutat és az utat, és ez a ketté szakadás, ez problémát okoz. Nem véletlen tehát, hogy az általam vizsgált korszakban keletkezett összes városépítési terv, városfejlesztési terv kénytelen foglalkozni ezzel a problémával. Egy három ilyen városépítési tervet hozok ezen a szlájdon. Már a 29-es is foglalkozik ezzel a kérdéssel, hogy hogyan lehet ezt a problémát megoldani. Akkor a tervezők, a díjnyertes pályázó azt a javaslatot adta, hogy a város közepén húzódó vasutat emeljék föl. Építsenek egy nagy földhányást, és nem tudom, 2-3-4 méter magasra, tegyék fel a vasutat, és alatta építsenek átjárókat, és így teremtsék meg a város két része között a szerves kapcsolatot és a közlekedési lehetőséget. Hát ezt a tervet elvetették, hála Istennek, és ezt kell képzelni, hogyha megépült az a borzasztó földhányás, még jobban elválasztja egymástól a két részt. Hát nem beszél arra, hogy 29-ben nem volt még villamos mozdony, gőzmozdonyok töfögtek, most ott 3-5 méter magasan a házak között okálták volna a füstöt, és így tovább, tehát ez nem volt megoldás. Volt olyan megoldás, hogy olyan javaslat, hogy süllyesszék le a vasutat, ez egy borzasztó költségbe került volna. Volt olyan megoldás, hogy vezessék ki a vasutat a város szélére, ezt is elvetették, főképp azért, mert azt is benőtte volna, hogy körbenőtte volna a város. Tehát ezek a problémák, ezek adottak, és ha visszalépek erre a térképre, akkor ott lehet látni a város kettészelő fő vasútvonalat. Ez a Gyesérvonal, ez a Sopron felé, ez a Egyeshalom felé menő vonal. És az volt az elképzelés, hogy itt a városon kívül, Győr-Szentimán határában vigyék ki a vasútvonalat, és itt csatlakozzon valahol vissza a fő vasútvonalhoz. Ennek ez volt a legjobb problémája, hogy a pályaudvart is ki kellett volna helyezni, és ennek következtében ugye jóval messzebb került volna a pályaudvar a lakott területektől, és hát itt úgy kellett volna valamilyen megoldást találni, hogy közel is maradjon a belváros, hogy zavaró tényező se lehessen, emiatt ezt a megoldást is elvetették. Ez az 50-es években is felmerült, 47-ben is felmerült, elejében azért, mert akkor tönkre bombázták a várost. Hát amikor valami nem van rombolva, bombázva, akkor viszonylag könnyen döntenek arra, hogy vigyék onna, vagy bontsák le, vagy robbantsák föl. De elvetették főképp azért, mert az ipari, nagyipari vállalatokon került van nagyon messze az állomás, és hát itt 20 ezer ember járt már akkor, hogy Győrbe dolgozni, és azóta ugye a munkahelyre való eljutása nehéz lett volna. A következő probléma ez az egyes számú főút, ami megint csak kettészeli a várost. Erről az útról van szó. Ennek a régi nyomvezetése, nyomvonal vezetése, ez a vastag folyamatos piros vonal, és ez nagyon hamar felmerült, már 29-ben és 47-ben is, hogy ezt a vonalat változtassák meg. Ez a pontozott rész az új vonalvezetés. De régen ez az egyes számú főút a Budai úton haladt, ahogy bejött a városba, a vagongyár előtt ment el, ebből sok probléma, baleset, egyebek adódtak, nagy volt ott a személyforgalom, bicikliforgalom és így tovább. Hát ez vidéki jelmű a Budai útról, illetve ami még nagyobb probléma, hogy itt a Győrieknek mondom a Munkácsi útnál van egy 90 fokos kanyar az útba, ott a Rábán, a Tetőfíron ment keresztül a régi egyes út, aztán a Kossuth út is ott ment két Bécs felé az egyes út. Tehát a javaslat az volt, hogy a vagongyár vigyék ilyen, aztán vezessék ki egyenesen ezt az egyes útat Bécs felé. Ez megtörtént, ez ugye már nyugodtan mondhatjuk, hogy múlt időben történt. Tehát ezek a természetföldi adottságok problémák, amelyek közül mondjuk az északi terjeszkedés már a megoldódott, megképesztő nagy földmunkákkal, töltéssel, egyebekkel, ma Népfalu északi része az egyik legkedveltebb építési terület, nagyon sok lakóépület épül, ami persze olyan problémát vet föl a közlekedés szempontjából. Ez az egyik gond, amivel beszélünk el, és foglalkozik el, és végigkísérje a város történetét, 20. századi történetét. A másik az egyetem problémája. Ugye amikor a Kolozsvári Egyetemet Szegedre akarták helyezni, fölmerül, hogy Szeged lesz a székhelye, akkor a szegedi városvezetés fölkereste a kultuszminisztert, és azzal fogadta a kultuszminiszter őket, hogy egy város társadalmának az égköve az egyetem professzori kara, az egyetem oktatói kara. Hát ez nekem nagyon tetszett ez a dolog, ugye én is egy egyetemnek vagyok az oktatója. Úgyhogy ez egy nagyon fontos megközelítés és egy probléma
Győr nagyon régóta szeretne egyetemet, nagyon sokáig nem volt egyeteme, 2002-ig Győrnek nincs egyeteme, de maga az ötlet, hogy egyetem legyen, az nagyon régi kívánság és nagyon régi óhaj. Hát vannak persze bizonyos előzmények, félfelsőfokú, felsőfokú oktatás terén valamilyen előzmények, az akadémiáról, a jezsuitáról, a királyról nem, a jezsuitáról már esett itt szó, aztán vannak ilyen egyéb, tehát a hittudományi főiskola, ami több évszázados hagyományokra tekint vissza, de hát pici létszámú, nagyon kevés hallgatóval működött mindig is, nagyon zárt és speciális intézmény volt, egy város életében nem tudta befolyásolni. Tehát végül is azt lehet mondani, hogy 68-ig nincs egy tisztességes főiskolája sem a városnak, 68-ban lett aztán a KTMF, amiből lesz majd egyetem. 75-ben lett a tanítóképző főiskola, főiskolai rangú, előtte intézet volt, azt megelőzően középiskola, tehát nincs igazán komoly felsőoktatási hagyomány, de ugyanakkor nagy igény van rá. Többek között a tanulási, továbbtanulási igény mindig is nagy volt, kiváló középiskolák működtek Győrbe, ami adta volna a továbbtanuló létszámát. Egy-két adatot lehet látni, persze ezt nem a mai helyzethez kell hasonlítani, nyilvánvalóan a mai Győrön tanuló diákok vagy a továbbtanuló diákok számát kell itt most ehhez összevetni, hanem az akkori időszakot. Tehát régi igény és régi mozgalom volt Győrbe, hogy legyen egyetem szerzési kísérletek több mint 100 évre visszatekintenek ma már. Az első ilyen mozgalom, egy ilyen társadalmi mozgalom volt, Magyarországon szokáig egyetem több karú, igazi univerzitás működött, Pesten, Budán, majd Pesten, Nagyszombati Egyetem, amit Mária Terézia helyez majd el, Budára, majd Pestre. Aztán jött egy újabb egyetem Kolozsvárot, és amikor Kolozsváron felállították az egyetemet, akkor már eldöntötték, hogy az ország nyugati régiójában is kell egy egyetem. Ha keletiben van egy vidéken, akkor nyugatiban is legyen egy. Na, akkor indul el Győrbe egy társadalmi mozgalom, hogy ez a harmadik egyetem, a harmadik tudományegyetem Győrbe kerüljön. Nem volt ennek igazán komoly támogatója a város részéről, az ország részéről, az országgyűlési képviselők részéről, inkább csak a város társadalma volt egy ilyen kezdeményezés, hogy ezt szerezzük meg az életben. Nem sikerül, a harmadik egyetem, 1912-ben két egyetem létesítéséről döntenek, a Debreceniről és a Pozsonyiról, a Pozsonyi előbb indul, 14-ben indul a Debreceni, 12-ben már elindul a Pozsonyi, és ez az egyetemet, amit Győr szeretett volna megszerezni, Pozsony kapja. Aztán volt egy olyan törekvés is, hogy legyen akkor műegyetem, ugye Magyarországon Pesten volt egy műegyetem, a rektora eleinte hallani sem akart, hogy legyen még egy műegyetem valahol az országban, aztán az túl zsúfolt lett, és akkor a rektor maga kezdeményezte, hogy épüljön még egy műegyetem, akkor Győr szerette volna második műegyetemet megszerezni. Ez sem sikerült, itt közbeszólt a háború, ugye arra hivatkoztak a győriek, hogy Győr Magyarország egy fontos ipari, gyáripari centrum, a központja, megvan a bázis egy műegyetemnek, de a háború miatt erre sem került sor. A következő ilyen mozgalom egy lehetőség Trianon után a Pozsonyi Egyetem megszerzése volt, ugye a Kolozsvárinak és a Pozsonyinak, meg a többi határon kívül működő magyar főiskoláknak el kellett hagyni az utódállamokat. Illetve hát egész fontosan kell elhagyni, a Kolozsvári Egyetem tanári kara három nap alatt felesküdött volna a román királyra, akkor maradhatott volna, vállalta volna, hogy három éven belül mindenki megtanul románul és csak románul tartanak előadást, akkor maradhatott volna, és tehát olyan feltételeket szabtak, amely feltételeket nem vállalhatták. Elköltöztek, átköltöztek egy ideig Pesten, működtek lehetetlen körülmények között, ideiglenes épületekbe, és itt tartták bent a vita, a tervezgetés, hogy hova kerüljön. Egy fél tucat magyar város áll sorba, hogy jöjjön oda. A Kolozsváriért Szeged és Debrecen hadakozott igen keményen. A Pozsonyinál felmerült az az ötlet, hogy esetleg Győrbe kerüljön. A kolozsváriak végül is nem Debrecent, hanem Szegedet választották, aminek az az alapvető oka, hogy Szeged elment. Önállóként, egy kompakt egyetemként maradhattak, önálló intézményként összes karokat vihették. Debrecenben viszont fennállott az a veszély, hogy esetleg elveszítik az önállóságukat, beolvadnak egy már meglévő egyetembe, amely nagyon szerette volna a orvosi kart megszerezni, Debrecenben ugyanis csak 18-ban lett orvosi kar, de még akkor épültek a klinikák, még nem volt meg minden épület, és így tovább, tehát szerette volna kiegészíteni a kari struktúrát egy orvosi karral, de az fennállott az a veszély, hogy többinek szépen beolvad majd a meglévő jog és bölcsészettudomány és egyéb karba, úgyhogy inkább a kolozsváriak Szegedben döntöttek. A Pozsonyi Egyetem esetében pedig a kormányzat inkább Pécset preferálta, tehát hogy Pécsen legyen ez az egyetem. Győr úgy került
amíg Pécs fel nem szabadult, Pécs szerb megszállás alatt volt 1921. augusztusáig, addig, amíg fel nem szabadult Pécs, az ideiglenesen Győr az orvosi karon kívül megkapja a másik kettőt. Most hát ilyen feltételek, hogy nem tudjuk, hogy egy-két év, három év meddig működhet Győr, mert az egyetem is csak bizonyos karai működhetnek itt. A város nem nagyon volt hajlandó nagyon komoly áldozatokat hozni, hiszen illetve úgy vállalt volna ez, hogyha az egyetem letelepítésére befektetett pénzeket, összegeket, egyebeket visszafizeti az állam, ez egy ideiglenes letelepítés lett volna, Teleki is inkább az akkori miniszterelnök Pécset favorizálta, úgyhogy a város nem nagyon mozgatta magát ennek az egyetemnek a megszerzése érdekében. Pécset jobb voltak a feltételek, Szegeden jobb voltak a Kolozsvári Egyetemnek a feltételei, itt elhaladtunk kettőt. A 30-as években Győr fontos textilipari központ lesz, az Állami Faj és Fémipari Iskolának 30-ban, 31-ben van egy textilipari szakosztálya, a faipari megszűnik, egy textilipari lesz helyette, Győr az ország második textilipari központja lett. Hát ebben a helyzetben logikus volt az a törekvés, hogy legyen Győrött egy ilyen könnyipari textilipari főiskola, ezt az akkori ipari miniszter 30-ban meg is ígéri Győrnek, de jön a háború, jön a háborús készülődés, Darányi győri program, fegyverkezési program, egyedek, ez a projekt is elmarad. Háború után ugye 51-ben van megint egy kis lehetőség, hát egyetemet akkor jó csinálni, vagy akkor célszerű, vagy akkor érdemes, vagy akkor van esély az egyetemnek, ha a kormányzat, vagy a párt, vagy a állam támogatja. 51-ben az MDP úgy döntött, hogy tovább szakosítja az egyetemeket, tehát az akkori ágazati irányításnak megfelelően az egyetemi képzést is szakosítja, és elhatározták, hogy csinálnak új egyetemet, 5 új egyetemet. Ezeket az egyetemeket a műegyetem karaiból választották volna le, és ekkor ugye Győr kapott volna egy könnyűipari műszaki főiskolát, könnyűipari műszaki egyetemet. Ez nem valósult meg, ebből a tervezett 5 egyetemből 2 lett, a műegyetemnek az építőipari kara, és a közlekedési kara vált ki, vált önálló egyetemi, előtte már a vegyipar is, ugye Veszprémbe lekerült, 51-ben önállósodott, 51-ig a műegyetem kara volt. Hát az 5 új egyetemből 2 lett a műegyetem egy-egy karának a kiválásával és önállósításával, az építészeti az ott maradt Pesten, a műegyetemmel együtt, de külön igazgatás alatt, a közlekedési pedig lekerült Szegedre, ott egy évig működött, aztán átkerült Szolnokra, egyes közlekedések szerint azért meg erőelnő Szolnoknak a országgyűlési képviselője volt, és elintézte azt, hogy akkor Szolnoknak is legyen egy egyeteme, a feltételek nem voltak jók, abszolút hiányoztak minden tárgyi, személyi, minden feltétel, úgyhogy 55-ben ez az egyetem átkerült Pestre, visszakerült Pestre, egyesült az 51-ben kivált építőipari egyetemmel, akkor egy építőipari és közlekedési egyetem, és ennek a letelepítését, ennek a építőipari és közlekedési műszaki egyetemnek a Győrben való telepítését határozták el a 60-as évek elején. Azért, mert egyrészt Budapestnek ellenpontként szerepeltették a vidéki városokat, Budapest vízfej jellegének a csökkentés érdekében, másrészt pedig akkor az időszakban volt ez a Dagnáti peregnács, ez az utólérés, lehagyás, ötlet, az SKP 21.-22. kongresszusán ugye Huscsó meghirdette, hogy egy ember öltőnél röviden idő alatt a Szovjetunió utólérés lehagyja Amerikát, mert a növekedési különbség az kétszerese, a szovjet növekedési különbség kétszerese az amerikai, ez 20 évig fennmarad, akkor ez matematikailag bizonyítható, hogy tényleg utolírja a Szovjetunió és leadja Amerikát, és ennek hatására a kelet-európai táborokban is 20 éves, 15-20 éves termek készültek, nálunk is, amely például mondjuk a vegyipar 11-szeresen akarta növelni a vegyipar kibocsátását 20 év alatt, 5-szörösére a gépipart, 3-szörösére az ipart, és így tovább, kiszámolták, hogy az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, hogy ehhez 70-80 ezer mérnökre van szükség. Ezt a mérnök létszámot a meglévő egyetemeken nem lehet kiképezni, kell egy új egyetem, és így előtték, hogy Győrben létesítenek egy grandiózus győri műszaki egyetemet, 4 karral, 10 000 hallgatóval, 2 000 oktatóval, 16 emeletes kollégiumokkal, és így tovább. A tervek elkészültek, a beruházási program elkészült, az építkezés megkezdődött, nagy viták folytak, hogy hol legyen, sok helyszín jött számításba Győrbe, és végül ott volt olyan ötlet, hogy a mai helyén, ahol most van az egyetem, vagy a Püspökerdőben, ami a Duna másik oldalában, volt olyan, hogy a tanulmányi épületek legyenek a mai helyen, a kollégiumok focipálják meg ilyesmi a Püspökerdőbe, közte építenek egy hidat, de végül is úgy döntöttek, hogy a Püspökerdőbe épül minden, mert az akkori miniszter, művődési miniszter Ilkó Pál
nagyon rossz tapasztalatokat szerzett a Veszprém Egyetem építésén, ők a Miskolci Egyetem építésén, a kisajátításoknál igen komoly ellenállásban ütközött a lakosság részéről, itt pedig az egyetem mai helyén volt 105 családi házas övezet, kiskertekkel, egyebekkel, ezeknek a kipakolása, ugye a körtefa, az almafa, mit tudom én, leültetett zöldség, stb. Ez egy komoly problémát okozott, ezért azt mondta, hogy ezt nem vállalja föl még egyszer ezt a konfliktust, menjen minden a püspökerdőbe, eldöntötték, elkezdték, aztán leállt. A harmadik ötéves terv, 60-as évek Magyarországon egy jelentős visszaesést, recessziót hozott, sok oknál fogva, amiről most nem kívánok foglalkozni. A lényeg az, hogy a nagy kulturális beruházások harmadik ötéves tervből kikerültek, Győrött nem lett egyetem, lett helyette egy főiskola, amiről aztán nagyon-nagyon hosszas harc és fejlődés és egyebek következtében még 2002-ben lett egy egyetem, de ez egy más előadás témája. A harmadik kérdés, 20-as évek és a kölcsönök, városfejlesztés. Tudjuk, az első világháború után nagy infláció volt Magyarországon, Hegedűs Loránd pénzügyminiszter 1920-21-ben egy vagyonadóval szerette volna megállítani, első eszközökkel megállítani ezt az inflációt, csak zárójelben jegyzem meg, a vagyonadó nem bolsevista trükk, tehát a vagyonadó már 20-ban volt, ott is vetették, 38-ban Darányi féle győri program forrásainak a nagyobbik részét egy egyszerű vagyonadó kivetéséből finanszírozták, az 50 ezer pengőnél nagyobb vagyonokkal rendelkező 5 év alatt részletekbe fizették be, és fizették ezt a vagyonadót, tehát azért erre vannak precedensek a korábbi időszakból is. Tehát 20-as éve Hegedűs kísérlet nem sikerült, mert a magyar nem fizette be a vagyonadót, a fele se folyt be annak, aminek meg kellett, ebben nagyon vagyunk, tehát hogyan kell kibújni a kötelezettség alól, ebben kiválóak vagyunk, mindig is adok voltunk. Aztán jön a 24-es népszövetségi kölcsön, amely hát nem népszövetségi, nem a népszövetség nyújtotta a kölcsöt, a népszövetség nem IMF, nem világban, nem pénzügyi intézmény, hanem a népszövetség felügyelete mellett, a népszövetség a hátteret adta, a népszövetség pénzügyi bizottságainak a feltételei mellett jelenhetett meg Magyarország a nemzetközi pénzpiacon, és a kötvényeket szabályosan lejegyezték a befektetők, mert ez nem népszövetségi kölcsön, így terjedt el, hogy a népszövetség adott 207 millió arany korona értékű kölcsön, szó sincs róla.